Már igényesen berendezte új otthonát ez a bökönyi család. Ők is benne vannak a Komplex Telep programban. Márciusban költöztek ennek a 120 négyzetméteres ikerháznak az egyik lakásába, azóta töltik itt mindennapjaikat. Ez az épület teljesen új építésű, de több olyan is akad a településen, amelyet felújítottak erre a célra. Ehhez tartozik még két csillagpont, ahol a bent lakó lakókat, meg akik nem fértek be, de szolgáltatásra szorulnak, és ellátásra szorulnak, ott van lehetőség arra, hogy főzicskézni megtanuljanak, és mosni, vasalni ezeket a háztartási munkákat a szociális munkások keze alatt és tanácsaival ellátva megtanulják, mert sokan vannak, akik még ezeket nem tudják, de nagyon jó felzárkóznak, és nincs probléma ezekkel a dolgokkal. Az átadón elhangzott, a 2010 előtti segélyrendszerrel ellentétben a Komplex Telep program támogatásai csak akkor járnak, ha dolgoznak a rászorultak. Ezzel az érintettek a következő generáció számára is példát mutathatnak. Ez egy olyan esélyt jelent az itt lakóknak, hogy felzárkózzanak. Remélhetőleg meg tudják ragadni ezt a lehetőséget, és valódi felzárkózás követi ezt a programot. Ez minden segítséget megadunk. Még azt is mondanám, hogy talán kisebb része a lakás. Viszont olyan feltétel, ami kell ahhoz, hogy minden aztán munkába tudjanak járni, a gyerekeket iskolába tudják normális körülmények között járatni. És ez munkahelyteremtés kell, olyan társadalmi közeg kell, ami díjazza a munkát, és nem csak szociális segít ad, hiszen a segélyezéssel ezeket a problémákat nem tudjuk eloldani, ez régi felismerésünk. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról beszélt, Bökönny mellett a választókerület több településén is sikeresen zajlik a felzárkóztató program. A térségben Kislétán már szintén használatba vették az új ingatlanokat, Nyírpilisen, Nyírmihájdiban, Encsencsen és Piricsén pedig most alakítják ki a szociális béllakásokat a rászorulók részére. Isten igazából ezeket a családokat felkészítették a közösségi életre, lehetőségeket nyújtott ezen pályázati elem a foglalkoztatás bővítésére a családok esetén. Én úgy gondolom, hogy nagy sikerű ezen pályázat a választókerületben. Mi az, ami ön szerint még szükségük lenne? Mire lenne szükségük? Itt ez a házban itt semmire, de majd egy saját lakásra. Azaz, nagyon jó. És akkor innen majd el akarnak költözni saját. Igen, várunk arra, hogy a páros megvegyem az égre. A támogatott családok maximum 5 évig használhatják a béllakást, amiért havonta 10 000 forintot kell fizetniük. Vannak, akik nem várják meg az 5 évet, hanem minél előbb szeretnének saját lakásba költözni. Sztojka Attila kormánybiztos hangsúlyozta, éppen ez a program legfőbb célja. Ebben a törekvésben pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye élen jár az országban. A most épült házak, azok ugyan nevét illetően szociális bérlakásnak vannak nevesítve, de mindinkább ezeket már jóval kinőtték, és én egy kezdetházaknak nevezném, mégpedig annak a kezdete, amely a hosszú távon a fő cél az az, hogy az emberek önmaguk legyenek képesek a saját lakhatási helyzetükön javítani. És ezek a kezdetházak arra megfelelőek, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedve stabilizálják az ő foglalkoztatásukat, majd aztán utána a kormányzati családpolitikai támogatások igénybevételével saját lakáshoz jussanak, saját házakhoz. Bökönny az ingatlanok építésére és felújítására 200 millió forint, a felzárkóztató programok és a rendezvények lebonyolítására pedig további 200 millió forint támogatást kapott.